Mór felől haladt egy furgon Székesfehérvár irányába, majd hirtelen áttért a szemközti sávba. Ekkor két autóval is karambolozott, majd még két jármű csapódott beléjük. Órákon át tartott a helyszínelés és a sérültek mentése. A tűzoltók beavatkozására is szükség volt, hiszen volt olyan autó, amely az árokban kötött ki, és olyan is, amely fejtetőre állt. Ráadásul három sérültet a tűzoltók szabadítottak ki a roncsok fogságából. Összesen három személygépkocsi és két furgon ütközött. A balesetben érintett járművek körülbelül 500 méter hosszan szorultak szét az úton, valamint az árokban. Az egyik személygépkocsiból a vezetőt és a sofőrt, valamint az egyik furgonból egy sérültet a székesfehérvári hivatásos tűzoltók szabadítottak ki a roncsok közül. A mentők is több autóval érkeztek a helyszínre Mórról és Székesfehérvárról is rohamkocsi sietett a balesethez. Összesen 12-en sérültek meg. Közülük egy házaspárt életveszélyes sérülésekkel szállítottak a Fejér megyei Szentgyörgy kórházba. A többiek súlyos, illetve könnyebb sérüléseket szenvedtek. Három sérültnél szomcsontörés volt, ebből a három sérültből az egyik nyílt szomcsontörés, egy sérültnél dupla szomcsonttörés volt, tompa hasi sérülésekkel, csuklós sérüléssel. A balesetet az okozta, hogy a Székesfehérvár felé közlekedő furgon sofőrje elaludt vezetés közben. A Fiat Ducatónak a gépkocsi vezetője ott a helyszínen már elismerte a rendőröknek, hogy elaludt a volán mögött, és mindenki a gépkocsiban, még rajta kívül hat utas szintén aludt, és ennek során történt az, hogy ő áttért a szemközti sávba, és ennek során ütközött először egy, utána pedig egy másik személygépkocsival is. A sérültek közül többen műtéten estek át. Jelenlegi állapotukról nem kaptunk felvilágosítást. Az eset körülményeit a rendőrség vizsgálja.